Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 2-án. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, mik a tervei, erre megadja ez a felső kártya a választ. Itt küzdelmekről van szó. Ez lehet egy belső küzdelem is, viszont ahogy így ez a második kártya mutatja az érzelmeit, ő nyugodt, kiegyensúlyozott, ezért én inkább azt mondanám, hogy ez a küzdelem valami, amit ő most átél, mert van valaki a háttérben, aki őt megtámadja, és ezt olyan agresszív módon. Lehet ez egy hölgy is, viszont a kártyáknak szimbolikus jelentése van, előfordulhat, hogy itt egy férfi támad rá, de én úgy gondolom, és valószínűleg igazam van, hogy itt egy hölgyről van szó. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzései, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. A választ megadja ez a kártya, és ez a szerelemre utal. Arra is, hogy ti büszkén elfoglaltátok ezt a trónt, mint egy királynő. És ő így érzi. Azt is tudja, hogy ti nagyon büszkék vagytok a ti nőiességetekre. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre megadja ez a kártya a válasz, mint egy király. A király, aki a levegő eleme felett uralkodik. És a levegő eleme mutatja egyrészt a könnyűségeket, annak ellenére, hogy itt nehézségei vannak, de a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt is. És pontosan erre vár. Ez a tartás arra utal, hogy ő vár valamire. Vár egy üzenetre tőletek, és az neki egy megnyugtató érzés. Amíg ez a válasz, vagy ez az üzenet nem jön, addig ő ebben a toronyban úgy fogva érzi magát. És vannak félelmei is. Ez a torony itt lehet egy bíróság is, egy bírósági ügy. És ott nehezek a körülmények, mert támadások lesznek, és meg kell, hogy védje magát. De jelen pillanatban inkább várakozik, hogy hogy alakulnak az események, és álmodik rólatok. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.